Egy hajó. Egy rozzant, bajos hangulatú hajó. Nem tudod, hogy hová visz majd, de elmondom neked, hogy hová visz. Életed legjobb játéka felé. De ne szaladjunk ennyire előre. A The Last of Us első része nem véletlenül lett a PS3 korszak legszebb lezárása, egyben a valaha volt legjobb játékok egyike. Nem csak csúcsra járatta a hardvert, hanem egy olyan grafikai és történetmesélési bravúrt hajtott végre, hogy az ember zokogva akarta megölelni a készítőket, mire a játék a végére ért. Ellie és Joel közös kalandja ugyan folytatható volt, de valljuk be, nem igazán hittük, hogy folytatni kellene. Már csak azért sem, mert onnan, ahol abba hagytuk, tehát innen... Jó, az All for One-dal nem volt benne, de szerintem abszolút ide illik. Szóval egy komoly erkölcsi dilemma kellős közepén, vagy ha úgy jobban tetszik, a főhősünk morális dilemmájának tökéletes szétszincálódásánál léptünk ki a sztoriból, és úgy gondoltam, hogy ezt aztán biztosan nem lehet normálisan, vagy legalábbis ennyire hatásosan folytatni. Ez itt egy lottószelvény. Ismeritek? Na, én nem ma kezdek el kitölteni egyet. Mert a Last of Us Part 2 nem csak hozza az első rész színvonalát, de bőven meg is ugorja a szintjét. Mindezt pedig annyira lazán, összeszedetten, magabiztosan és zavarba ejtően pofátlanul teszi, hogy azt valószínűleg nem csak hogy tanítani lehetne, de fogják is. Mert ez bizony minden idők egyik legjobb játéka több szempontból is. Tulajdonképpen csak egyetlen rohadt nagy baj van vele. Az, hogy még nem beszélhetünk róla mélységeiben. Egyrészt azért sem, mert tilos, másrészt azért sem, mert mindenkinek pont úgy kell átélnie, ahogy nekem, úgyhogy semmit se tudjon róla. És az a helyzet, hogy baromi nehéz nem spoilerezni a The Last of Us 2 sztoriából, de tulajdonképpen akármi spoiler lehetne, de megpróbálom mégis gyorsan leírni úgy a történetét, hogy ne derüljön ki, aminek nem kell. Baromi nehéz lesz, de jó menni fog. Az előző rész végén mutatom. Jó van, nem tudom megmondani. Szóval az előző rész végén Joel megmenti Ellie-t, ezzel pedig valami olyat tesz, amiről lehet sejteni, hogy súlyos következményekkel jár. Eleve súlyos következmény az is, hogy a Firefly nem tud vakcinát készíteni a fertőzésre, mivel Joel egy zárlatos rambóként kinyírja nagyjából a teljes kórház személyzetét. Így a világ nem menekül meg, hála a pindurpanduroknak, másrészt Ellie és Joel viszonyában is egy ketyegő bombaként terpeszkedik a hazugság, ami egyszer úgy is kiderül, és akkor aztán a kapcsolatuknak rosszabb vége lesz, mint egy átlagos Aronofsky filmnek. Az első rész történései után most ugrunk pár évet előre az időben, Ellie és Joel nyugalomban éldegének Tommyékkal egy közösségben Jacksonban, amikor a lányra rányomul az a Dina, és aki játszott a Left Behind-dal, az tudja, hogy Ellie hogyan viszonyul a csajokhoz, meg hát nyilván mindenki látta az első trailert is a csókról. Szóval igen, valami elkezd alakulni, és ahogy Kósa Aladov mondta régen, a Szerelem első látása című TV2-es opuszban. Csak egyes egyedül egy dolog számít, ez pedig a... Csak hogy van itt valami. Ellie jóformán mint magát sem ismeri. Még most érik felnőtté, közben viszont nyugat felől egy akkora kakkanat cunami érkezik, hogy az viszonylag durván felgyorsítja a felnőtté válás folyamatát. Erre azért is szüksége lesz, mert már megint útnak kell indulnia egy tragédia miatt, aztán megküzd mindennel, ami szembe jön. Legyen az ember és fertőzött, és egyáltalán nem biztos, hogy a fertőzöttektől kell félnie a leginkább. De a sztoriról ennyit és nem többet, mert innentől már tényleg minden spoiler. A grafika viszont hála Istennek nem tekinthető spoilernek, viszont mostantól túlzásokba eső dicséretek kezdenek záporozni, aki nem bírja az ilyet, az tényleg kapcsolja ki. A The Last of Us Part 2 vizuálisan ugyanis közel felfoghatatlan. Ha PS4-ben ennyi szufla van, akkor hol volt ez eddig? Kezit csókolom! Pont ugyanaz a helyzet, mint az első résszel. Az is a generáció végére érkezett és mutatta meg, hogy mennyit tudott igazából a PS3 hardvere. Most meg itt van ez a folytatás, ami az utolsó szuszt is kihajtja a PS4-ből, és úgy néz ki, hogy ez egy PC-s játéknak is a becsületére válna. Amikor elkezded nézni az első átvezető videókat, már elégedetten csettintesz a csodálatos arcmimika és a részletes textúrák miatt. Tökéletesen filmszerű a látvány. De amikor vágás és töltés nélkül egy hussanással egyszer csak a főhősünk mögé csúszik a kamera, majd irányítatóvá válik a film, amit eddig néztél, akkor konkrétan leesik az állad. Azok a filmek ugyanis a játék engine-jével készültek úgy, hogy töltést nem igazán fogsz látni az egész játék alatt, kivéve, hogyha elkap egy clicker vagy valami rondaság és megcsúcsálja a nyakadat, aztán vissza kell töltened egy automatikus mentést. De ezek a videók már önmagukban is hihetetlenül jók, az pedig valami elképesztő, hogy maga a játék is pont úgy néz ki, ahogy ezek a cutscene-ek. Jó, ott már az arcmimika nem tűnik ennyire profinak, de a textúrák és a világ részletessége egész egyszerűen valami brutális. A Naughty Dog abszolút a teljes élethűségre törekedett, így tényleg kidolgozta a Last of Us 2 utolsó négyzetmilliméterét is. Úgyhogy nézz szét mindenhol, csodákat fogsz látni. Az összeomlott házak tele vannak mocsokkal és törmelékkel, mókusok rohangálnak a tetőkön. A fények és az árnyékok tökéletesek, a víz gyönyörű, az erdő él, de komolyan még olyasmire is odafigyeltek, hogy az esőben a házakról lecsorgó vízsugár teljesen élethűen viselkedjen, amikor átsétálsz alatta.
több oka is lehetett annak, hogy mindent ennyire élethűre dolgozzanak ki. Egyrészt ők a Naughty Dog, és megtehetik. Másrészt ettől vonódsz bele jobban a sztoriba. És az sem utolsó szempont, hogy a lopakodás is sokkal élethűbb lesz tőle. Igen, a lopakodásnak sokkal nagyobb jelentősége van itt, akár a magas fűben is elbújhatunk, sőt, végre le tudunk feküdni, hogy átkusszunk tereptárgyak alatt, vagy hogy még jobban eltűnjünk a susnyásban, ami egyébként hogy nem szépen szétnyílik körülöttünk, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Persze, hogyha nem akarsz bújkálni, és inkább a nehezen megszerzett lőszereidet lőnéd ki mindenféle rossz arcúra, akkor megteheted. Sőt, akár közelharcot is vívhatsz, ami ezúttal elég komplex kis művelet lett. Most már akár ki is térhetsz az ütések elől, és szükséged is lesz erre sokszor, hogyha nem akarsz úgy kinézni, mint Rocky a második rész végén, de legalább úgy érzed majd néha magad, amikor sikerül kiütnöd valakit. Nem tudom elhinni, hogy sikerült. Hihetetlen. Ez a legszebb nap. Egész életemben. A világ egyébként egyáltalán nem nyitott, de sokkal nagyobb, mint az előző részben. Konkrétan el lehet benne kalandozni, de azért végigfogja a kezünket a játék, és csak egy vagy maximum két lehetőséget ad arra, hogy elhagyjuk az adott helyszínt. Közben viszont sokkal több helyre ugorhatunk be lootolni, ami egyébként továbbra is a túlélésünk fontos része. Pont úgy, ahogy az első részben is. Ebben a tekintetben nem sok dolog változott. A házakban összeszedett különféle alkatrészekből és tablettákból tudunk venni fejlesztéseket. A fegyvereket a munkaasztaloknál tudjuk felpimpelni, és komolyan hihetetlen, de még ezt sem akarták, csak úgy tessék-lássék módon megoldani, mert amikor fejlesztünk, akkor tényleg látjuk, ahogy a fegyverre rákerül az új eszköz, megy a csavarozás, a tisztítás, de csak pont annyira, hogy még ne legyen zavaró az animáció hosszúsága. Komolyan embertelen, hogy mennyire kidolgoztak mindent. A táj káprázatosan gyönyörű és részletes, mindez pedig úgy megy sima PS4-en is, mint a zsíros istennyila. Akadással csak nagyon ritkán lehetett találkozni, és akkor sem volt éppen zavaró. Az élsimítás, a textúra részletesség, a pályák nagysága egyáltalán nem PS4 minőség. És tényleg frusztráló, hogy már megint a Naughty Dog mutatja meg egy generáció végén, hogy mit kellett volna kihozni az elmúlt években abból a vasból, ami állítólag ilyen grafikára egyáltalán nem képes. Így átfordulni a PS5 korszakba annyira már nem is vicces. Persze, marhára várom én is, de kicsit nyugtalanít, hogy ennél jóval többet is kaphatott volna ez a szerencsétlen PS4, ha valaki Naughty Dogra itta volna magát fejlesztés előtt. Na de mindegy, hála Istennek, ők azért még mindig nem tudnak hibázni. Ráadásul annyira nem, hogy az első rész szinte minden hibáját kijavították, többek között a néha kicsit béna mesterséges intelligenciát is. Főleg azt, hogy itt most már végre a társunk nem a nagy duranás 200 Husseineként rohan neki mindennek szinte vakon, mint valami megélhetési idióta, az ellenfelek pedig nem is látják őt. Nem azt mondom, hogy most már 100%-osan tökéletesen rejtőzködik a társunk is, de azért megteszi, amit tőle telik. Közben olyan párbeszédek repkednek, akció is séta közben, hogy azt egy jobb sorozat is megirigyelhetné. De amúgy példát vehetnének Hollywoodban ebből a csodás karakterkidolgozásból és történetvezetésből is. És akkor ezennel el is érkeztünk a játék egyik legfontosabb pontjához, a karakterekhez. Nem fogom lelőni, hogy kik kavarognak ebben az irdatlanul mocskos, erősen western-szerű sztoriban, de arról beszélhetek, hogy a második rész bizony elkövet valamit, ami miatt túlnő a szimpla játék skatuján. The Last of Us 2 ugyanis nem szimpla játék, hanem egy embertelenül precízen kivitelezett művészeti alkotás, és nem is a játék kategóriáin belül kell értelmezni, hanem össze kell boronálni mindennel, ami történetet mesél. Azért kell, mert a Last of Us 2 bizony minden tekintetben örök emlék marad. A színészi játékok embertelenül jók, és igen, durva, de egy játékon belül beszélünk olyan színészi játékokról, amilyeneket filmben is ritkán látsz. A zenék irdatlanul erősek, különféle képek, amiket a játék során eléttár, örökre beleégnek a retinádba. A sztori kidolgozottsága is az, ahogy elmeséli neked, abszolút páratlan. Újfent spoilerezés nélkül a játék legnagyobb mutatványa, hogy tökéletesen írja le neked azt, milyen lehet extrém nehéz helyzetben embernek lenni. Mert embernek lenni amúgy is sokszor nehéz, de hogyha ilyen különleges körülmények között vagy kénytelen élni, bárkiből kibújhat bármi. És ezt már az első rész is pedzegette, de ez most aztán tényleg belemerít nyakig az emberi lét minden mocskába. Mindez pedig annyi érzelemmel is olyan okosan teszi, hogy az első rész egy kedves kis felvezetőnek tűnik csupán ahhoz, ami itt most a nyakadba szakad. Mármint érzelmileg. A The Last of Us Part 2 ugyanis még durvábban játszik az érzelmeiddel, mint az első rész, és úgy a földhöz vág, ahogy eddig játék még sosem tudott. Ráérősen jó 20 óra alatt kibont egy történetet az emberi játszmákról, arról, hogy mivé válunk, ha az érzelmeink irányítanak minket, és a kép, amit felfest, meglepően tökéletesen mintázza azt, hogy hová fajul jelenleg a világ. Lehet, hogy nem is a szörnyek a legfélelmetesebbek, hanem az ember, akinek az útjában állsz. A játék ráadásul egészen hihetetlen eszközöket vett be, hogy tényleg mindenki emberinek tűnjön benne. Ha mondjuk lelősz egy katonát, a társa a nevén kezdi el szólítgatni, majd kiborul, hogy megölted, de hogy már azt hitt, hogy csak egy pixel halmot iktatták két nem létező pályáról. Igenis legyen a tetteidnek következménye.
És tulajdonképpen pont erről szól a The Last of Us 2. Ezért is mondom, hogy minden idők egyik legjobb játéka. A tettek következményeiről is arról, hogy ezek a következmények mivé tesznek embereket. Ezt pedig csak játékban lehet úgy elmesélni, hogy 100%-ig bele tud merülni és át tud élni. Ott kell lenned, neked kell meghúznod a ravaszt, neked kell szenvedned ahhoz, hogy átvergődj valami szörnyűnek látszon, aztán egyszer csak ad egy akkora sallert, amiből nem fogsz felocsúdni egy könnyen. A végén ott hagy egy tökéletesen kitalált ponton, és nem leszel képes felállni a székből. A The Last of Us 2 minden idők egyik legjobb játéksztoria. Irdatlan élvezetes vele akciózni és lopakodni, ráadásul úgy néz ki, hogy tényleg el sem hiszed. Ez a PS4 korszak tökéletes lezárása. És az is biztos, hogy nem egyszer fogod végignyomni ezt a modernkori mocskos westernt, amihez egyébként ráadásul még magyar felirat is van, és nehezebb hibát találni benne, mint kimondani, hogy Landwirtschaftsaufstellung. Igazi játéktörténelmi mérföldkő a The Last of Us 2, a 2000-es évek egyik brutálisan fontos alkotása, nem csak a megvalósítása, hanem a mondani valója miatt is. Utána jó eséllyel megpróbálsz majd jobb ember lenni. Vagy legalábbis másként tekinteni arra, ami körülvesz. Ez pedig csak az igazi klasszikusok tudják.